Sziasztok srácok, én Stark vagyok, és Warships-el fogunk foglalkozni, ugyanis hamarosan érkezik, vagy bár meg is érkezett az Admiral Graf Spee új hatos német cirkáló. Bár én nem teljesen mondanám ezt cirkálónak, mondjuk rá, hogy nehéz cirkáló. Ő ugyanis van olyan némi olyan tulajdonságai, amik inkább a nehéz cirkálók felé hajaznak, legalábbis szerintem. Én először azt hittem amúgy őszintén, hogy ez csatahajó lesz. Amikor megkaptam tesztelésre, akkor döbbenten néztem, hogy ez egy romboló, vagy romboló, cirkáló. De nincs ezzel semmi gond. A túlélő képessége nagyon jó, ami talán negatívum a hajónál, hogy kicsit rosszul fordul. Tehát a manőverezhető képessége cirkálóhoz képest, de most pont nem látjátok szerintem, de hát nagyjából itt látjátok mögöttem. Ugye majdnem 30 csomóval megy, és hát 680 a fordulási köre. Ami azért talán tier 6-ban olyan. Hát átlagos, nem mondom, hogy nagyon nagy, de nem a legjobb. Legalábbis véleményem szerint. Illetve a kormánylapátok kicsit lassan reagálnak, de hát ezt majd úgyis meglátjátok csatában. Nyilván skillekkel meg felszereléssel lehet javítani. Nekem nincs rajta most túl sok skill, mint látjátok csak 3 van rajta. Tehát a harmadik skillig jutottam el. Hát itt, hogyha még mennék vele, akkor szépen gyűlnének rajta dolgok. Jó pár csatát lementem vele. Eszmétű jó hajó lesz. Ugye a főbb adatait nézzük. Ágyukat tekintve megkapja a Graf Spee-nek az ágyúit, ezeket a 280, nem torpedó, 283 mm-es ágyukat, annyi, hogy itt ugye csak 2 torony van, és így ezáltal csak 6 ágyú, de ez 6-os tierben abszolút effektívnek mondható. 16 km-es lőtávot kap, szóval messziről lehet vele gyújtogatni, és közelről nagyon szépen lehet vele citadellákat osztogatni. Bár én sok citadellát nem osztottam, inkább azt mondanám, hogy úgy gyakrabban sebez olyan 5000 körülieket, úgy ilyen egész korrekt damage-eket, de azért nyilván adott már be citadellát is. Úgyhogy egész erős ágyukat kap ahhoz képest, hogy cirkáló lesz. Kap torpedókat is. Na és most jön az érdekes dolog, ugyanis megszokhattuk a Tirpicnél, illetve a Scharnhorstnál, hogy 6 kilométeres torpedók vannak, illetve a Tirpicen 2x4, a Scharnhorston pedig 2x3 torpedó van ugye mindkét oldalt. Vagyis hát egy-egy oldalt, bocsánat. És itt is két torpedózós tornyot kapunk, amin 2x4 van ugye, tehát 4-4 torpedó van, és ezek 8 kilométerre mennek el, pedig ugyanaz a kaliber, mint a Scharnhorston és a Tirpicen, azaz 533 mm-es torpedók vannak rajta, tehát ugye ez annyiban jelentős, talán, hogy ugye sebzésben ugyanúgy a 13700-at írja. Gyorsan meg is nézzük, rá kattintunk a Tirpicre. Igen, 13700 és a Scharnhorston is 13700 pontosan. Úgyhogy nagyon jó torpedókat kap, és ez még a Tirpic torpedóinál egy csóval gyorsabb. Ez nem nagy különbség, de egy icipici bónusz, hogy úgy mondjam. Szóval ezek a 8 km-es torpedók nagyon nagy előnyt nyújtanak, és az, hogy itt a hajó popóján feje helyezkedik el ugye a torpedóvető, ezáltal azt tudom, hogy ritkábban lövik ki. Mert általában a hajónak a közepét szokták ugyebár célba venni az ellenfelek, hát ugye segít annyira nem. És így ritkábban lövik ki, főleg, hogyha valakinek szembe megyünk, akkor végképp nem tudja előni, kicsit kifordítjuk a hajót, és mivel meglehetősen, attól függ, hogy a hajó hátulján van, meglehetősen nagy szögbe lehet kilőni ezeket a torpedókat, egész kicsit kell fordítani ahhoz, hogy ugye jó szögbe el tudjuk lőni, de hát ezt majd úgyis mindjárt csatában meglátjátok, mert gurulunk vele egy kört. Úgyhogy ez szerintem hatalmas előny, hogy hátul van, pedig én azt hittem, hogy ezzel majd csak nagyjából így oldalra lehet meg hátrafelé lőni. Amúgy hátrafelé, hogyha védekezik el, akkor is nagyon jól lehet vele lőni, viszont hogyha hátulról lőnek minket, akkor esélyes, hogy kilövik. Vagy legalább esélyesebb. Főbb adatét tekintve még, ugye tier 6-ban kap 39400 HP-t. Vannak rajta 105-ös meg 150-es másodlagosok, túl sok nincs rajta, de az is egész kellemes. Ennek nem kiemelkedő, 4 kilométeresek ugye a Firing Range, ezt nagyjából lehet növelni, hogyha valaki szeretné. Szerintem annyira nem érdemes. Azért, hogyha már valaki 4 km-en belül jön, akkor úgyis le fogjuk torpedózni. Akkor hát hamar véget vetünk az illetővel való csatának. Illetve légvédelmét tekintve, még ez az, amit talán kicsit negatívunak tudok kiemelni. 6-os tierben azért már vannak bőven repülők. A légvédelem kicsit gyenge, ezt skill-el, illetve tehát a kapitány skill-el, illetve felszerelésekkel érdemes javítani. Főképpen, és akkor egy, nem tudom pontos, hogy miért lehet kihozni, mert nem volt rá annyi időm és lehetőségem, de szerintem egy egész jó légvédelmet össze lehet vele hozni, ami megállja a helyét 6-os tierben. Ez a 33 pont, ez talán kevés. Kicsit kevés. És még egy nagyon fontos érdekesség, ami miatt azt mondanám talán, hogy kicsit ilyen nehéz cirkáló.
feelingje van a hajónak, hogy ugye megtalálható rajta a cirkálókra, ugye általában rátett szonár. Kapunk egy katapult fightert, spot repülőn is csak katapult fighter, ami jó ugye spotolni, vagy ugye arra, hogy az érkező torpedósokat jól megzavarjuk vele, és ugye csak széltébe tudják ledobni a torpedóikat, illetve van rajta HP töltés. Ami valljuk be, ez a három kombináció együtt, ez eszméletű OP tud lenni, ugye overpowered. Hát ez egy erős tulajdonsága lesz a hajónak, tulajdonképpen, hogy tudunk vele HP-t tölteni, és ugye, hogyha rárakjuk ezt a skillt, hogy mindenből minden ilyen consumable-ből plusz egy van, akkor mindenből három lesz rajta, és azért háromszor újra tudjuk tölteni a HP-nkat, azért ez egy hatos cirkálónál ez nagyon nagy előny. Úgyhogy összességében a hajó nagyon erős lett szerintem, kicsit lassú a fordulás, illetve a légvédelem, amit negatívumnak tudnék felsorolni, az ágyúja szerintem abszolút tökéletes, tier 6-ban a torpedók nagyon jók, a páncélzata, hát azért kaptam vele citadellát, de hát forgatni kell, srácok, sosem szabad 90 fokba mutatni, ugye, tehát hogy oldalról lássák a hajónkat, mert az szinte minden hajónál, az még egy Yamatót is simán kivégez, szóval az minden hajónál egy kritikus pont. Forgatni kell, és egy jó köröket lehet vele összeszedni, mentem vele nagyon epic kört, nem is tudom mennyi volt vele nagyjából, amit hozott ilyen kreditben, jócskán lehet vele, tehát én azt mondom, hogy szerintem hatos szintű prémium hajók közül ő lesz az egyik legjobb. És hogyha ilyen lesz, amilyen most, már amúgy fennáll annak a lehetőség, hogy változni fog, mert ez még csak az első tesztje a hajónak, amit én megkaptam. Ez most, én ezt egyből az előző patch után próbálom ki, szóval ezt úgy nézzétek, ez még változhat. Ahhoz képest, hogyha nem változik, vagy minimálisan változik, akkor ez nagyon jó lesz, ezt mindenkinek merem ajánlani. Nem tudom, az árát tekintve, hát egy ilyen nagyjából 6-os prémium hajó környéke lesz. A 6, max 7000 forintra satszolom, hát ezt majd meglátjátok úgyis, amikor kijön. Ezt én sem fogom megtartani, nekem is meg kell majd venni, hogyha szeretném, de aki úgy dönt, hogy 6-osat venne, ezt, és szimpatikus neki ez a hajó, bátran merem ajánlani. Úgyhogy nagyjából ennyit a hajóról, srácok. Ja, tényleg még egy apróság, ami nekem nagyon furcsa volt, ugye minden hajóhoz tartozik prémium festés, meg is nézzük gyorsan, hogy hozzá mit is dob ez rá. Ugye 3%-kal csökkenti az észlelhetőségünket, 4%-kal növeli az ellenségnek a szórását ránk tekintve, hogyha minket céloz, és 50% plusz XP-t hoz a hajó, és nagyon fura, most leszedem gyorsan ezt a festést róla, hogy megnézzétek, mi a különbség, tehát így néz ki alapjáraton, és hogyha ráteszem, akkor tulajdonképpen csak annyit tesz hozzá, hogy itt lesz ilyen fehér hullám, ez kicsit olyan, hogy is olyan egyszerű, de szerintem nagyon jól néz ki. Tehát én nem tudom, számomra tetszik, hogy ilyen egyszerű és nincs túlcsicsázó ez a festése. Furcsa volt először, azt hittem, hogy nincs is rajta. Úgyhogy érdekes volt. Úgyhogy ennyit még érdekességben, mindjárt szólok Hekinek, hogy jöjjön velem egy kört, és akkor gurulunk egy kört. Megnézzük, hogy a csatában hogy szerepel. Szevasztok, srácok! Na, ha lóduljunk is meg. Heki hozta a kedvenc kis kamikázét, a szerencsétlenek nincs a 6-os hajója. Lusta venni egy normális 6-os hajót, pedig azért az jól jöhet. Az mi abszolút jól jöhet. Mi az, hogy lusta vagyok venni normális 6-os hajót? Hát vettél eddig normális 6-os hajót? Vissza nem veszek hajót, ami olyan. Majd lesz a német romboló, majd akkor abból. Vagy esetleg majd egyszer gazdag leszek, lesz egy Dunkerque. Majd nem tudom. Vagy majd idővel egy gráfspéd. Nem tudom, nézted, ugye csak képet adtak eddig még ki róla, hogy fog kinézni, ugye a játékban még nem lehet megtekinteni. Igen. Szép hajó lesz. Szerintem tetszeni fog neked is nagyon. Jó tulajdonságai vannak. Mindjárt meglesem. Jó van, csak okos vagy. Ó, itt vagy mellettem. Még egy apróság, srácok. A tier tekintve most 5-6, gyenge 7 tierbe vagyunk. Hogyha feldobja 8-ba, ott azért vigyázni kell vele nagyon durván, mert azért azok az ágyuk már 8-ban ott. Ott azért meg tudják szedni, ott ajánlom a het, és gyújtogatni messziről. Itt azért lehet kicsit jobban rambózni. Jaj, de szép vagy! Hát te sukar vagy, de igen! ilyen srácok a torpedó. Mekkora torzsak vannak ezen? Akkorák, mint a... Ha? Shanhorston. Ó! Nice. Ilyen szép nagy szögbe lehet torpedót kilőni. Hátra, csoda, hogy nem ér össze. Hátul lehet, az a két fekvő rendőr, azok mit? Azok a torpedóvetőcsöveim.
Nagyon komoly, jó helyre tették őket amúgy. Na gyere akkor C-re, jó? Menjünk C-re, nem szoktam ezen a pályán soha C-re, Beddi. De menjünk C-re. Hát, itt vagyunk a C-hez közel, ezért szerintem próbáljuk meg. Jó van. Na srácok, közben látjátok a fordulását. Hogy fordul? Hát, cirkálóhoz képest szerintem picit lassan, de amúgy... Pont mondtam a videóban is a srácoknak, hogy nem igazán mondanám egy... Hát ilyen nehéz cirkálóhoz hasonlított. Hát ugye valójában az egy paket betlősít, tehát ilyen zsebcsatahajószerűség volt. Én azt hittem amúgy, hogy ez csatahajó lesz, amikor berakják. Én valamiért azt hittem, hogy ez lesz 6-os, és akkor lesz 6-7-8, de cirkáló lett. De nincs ez, semmi gond. Képzeld el, van rajta szonár, meg repülő, azt gondolom oké. Okay. Van rajta HP töltés. Azért ez a 3-as kombó, ez nagyon OP. Ugye a HP-t és cirkál, akkor ugye tier 9-től van csak. Illetve van a... Van a Takao, mi az? Atagó. Atagó. Takao jutott eszembe hamarabb, de igen, az Atagón van. Atagón van, igen. Hát jó, igen, erősítvém. Különc prém. Aha. De a sebessége is hagy kivetni valót maga után? Bár nem tudom, szerinted egy a 20-28 fél az mennyire? 28 és fél? Aha, nagyjából azt hiszem valahol a körül. Hát 30 és azért nem lenne baj, de hát jó van. De figyelj, hogyha teszel rá zászlót... Hoppá, Budioni! A Budióska. Jó. Ja, és azt nem mondtam neked, hogy milyen torpedók. Hát jobb, mint a tirpicé. Igen? Aha, nagyon erős. Jó, nem megyek közelebb, már nem is tudom valaki. Ehhez fordulom. Hát én el is küldök egy adag torpedót. Ilyen try to luck alapon, na már gyújtottak is. Azért csak ketten vannak. Húha. Ébrent, Budióska, hát ez fantasztikus. Basszus, elnyomtam a szonáromat, nem baj. Hú, bazzeg, kapom az áldást rendesen, nem a szonárt. Ó, maradj, üstölök. Oksa. Fordulok vissza, mert többen vannak, mint mi. Igen. Gyere ide felém, füstel! Ez már lehet, hogy off lesz. Küldök fel egy repcsit. Takarlak. Repülő spottol még. Igen. Akkor nem tudok segíteni. Ezt vágom. Hű, hát szétkaptak! Hülye vagy? Hát ezek nagyon... Az így nem lesz hát, jó. Hát, három cirkálóval ezt velünk szemben, tehát ez így elég karcsú. Maradjunk annyiba. Na, gyorsulásom is hagy kivetni valót maga után. Mi ott töltenek a torpedóim? 90 szek, hát igen, az mondjuk kicsit. Szintén hagy kivetni valót maga után. Jó, ott a 6000-es. HP-zd őket, HP-zd. Jó, a izét a Budióskán eltaláltam egy torpedóval. Láttam. Próbálok úgy menni, hogy csak egy lásson rá, mert kicsit megszedtek itt az elején. Hát te be, hát persze, mert Cleveland, Budióska, Aoba, hát ezek gyors közelők. Hú, hallott mennyien van, hát kifogtuk a tutit, Hekikém. Hekikém, ja. Figyelj, ott maradsz? Egyelőre maradok, igen. Meglátjuk, hogy mi lesz. Indulj el előre! Na, most leszigetezek, nem baj. Indulj el kicsit előre. Taktikai bics. Megyek is, mert most már láttak. Jó, basszus, nem tudsz torpedókat tolni? Még 10 másodperc. Már küldtem egy adaggal. A Budionit ki kéne kapnom. Igen. Most ott áll egy helyben. Az Aoba is. Basszus, pont úgy fordultam, hogy... Jó, meg is van, Citkóval! Vittem az Aobára egy sorozatot. Az a baj, nagyon rosszul állok HP-val, kéne töltenem. Vissza kell majd menni. Na? Mr. Aoba? Hopp. Jó, én is lőttem. Hopp. Kapott egy 5000-eset. Szép. Hú, érkeznek az a baj, a lövedékek. Szedd ki! Töltök! HP-t én is! Gyorsan! Jó, szép. Tűnjünk innen nagyon gyorsan. Menjünk innen, mert itt van mindenki. Mindenki itt van. Mindenki. Lehet az új hajó varázsa, tudod. Persze, jönnek, rúskolnak rám. Szoktak amúgy irápruse.
Kicsit belejöttünk. Én arra számítottam, mindig az A felé megy minden. Á, mondom, úgyis áramegy mindenki, tudod. De érdekes. Behoztalak a tutiba. Bebe, ezt a repülőt itt fölöttünk csak le kéne szedni, de hát nem akar leesni magától. Én nem tudom lőni, hát ezzel két darab ágyúval, hát nem. Ez nem. Lőd a rendes, a main batterivel kell lőni, Hegikil. Csak magamat buktatom le, tudod. Jaja. Hát én muszáj lesz, mert hallod, nincs itt egy darab vadász se. Istenágyaj! Valaki szedje már ki! Megpróbálom belőni a Yorkot. Be akar szökkenni oda bentre. Hát egy citkót bead rá. Az itt nagyon... Ott a cita! Szép. Bázisvédelem is volt. Figyelj, ahhoz képest, hogy ennyien vagyunk, csak egész jól megfogtuk, csak életbe kell még maradnom. Igen. Most húzok hátra és... Menjél hátra, töltsi HP-t. Ez taktikai HP-töltés. Azaz. Ezért OP, hogy van rajta HP-töltés. És spottol az a hülye repülő, hát hihetetlen. Nem bírom lelőni, hallod? Nem bírom lelőni. Nem baj. A Clevelandet akarnám, Cleveland tolat? Jó, nem vagyok spottolva most már. Küldök fel egy repcsit, és meg hát, ha... Hát ott 9 km-re nem fog érte elmenni, de... Azért csak örülnék neki, ha esetleg. Na, már mennek a... Jó. Elküldtem felé egy sorozatot. Meglátjuk, mi lesz belőle. Nem ment olyan gyorsan. 2700. A Clevelandnek mekkora lehet a lőtávja? Uha! Nem emlékszek rá, van. Nagyon rég volt az a Cleveland. Nekem is már rég volt Clevelandem. Lövöm a Yorkot én is. Oké. Mentek torpedók felé, talán egyet bekap. Egyet bekap, és szerintem ki is kapjuk így. Jó, szép. Eltaláltam volna pedig, jó? Jó, oké. Nem kegyelmeztem neki. És ennek is amúgy viszonylag gyorsan repülnek a... Hát az még lehet, hogy pont elkapja a szélét. Ó, töltöm is a HP-mat. Hát ha olyan, mint a sárné, akkor az gyorsan megy. Jaja. Nem találtam el, pont kilógott a kis mezőmből. B-vel nem tudnál kezdeni valamit esetleg, hogy behúzni? Mindjárt. Hát nem ártana. Türelmet kérek. Oksa, most ráérünk, most kicsit nekem meg abszolút taktikai HP gyűjtés van itt. A Ryujong meg fog halni, de hát ez... Már látható volt hamarabb is. Ó. Kikandikál csak ott ki a sziget mögött, csak nem egy König. De. Megcsapom. Megpróbálom kigyújtani. Vittem felé a torpedót, nem tudom, mi lesz belőle. Kéne spottolni és... Jó, oké. Ott van. Jó, szerintem helyet lövök rá, mert ilyen messziről nem igazán ütöm be. Persze, hogy körbe lőttem. Na, van már 12.000 HP-m. Bár viszont már nincsen HP töltésem, ott viszont talál majd valakinek a torpedója, és 2000-et ráküldtem én is. Megpróbálom kigyújtani, mert most, hogyha kapott izét, sülyeztést, akkor biztos eljavítja magát. Meglátjuk, hogy mekkora eséllyel gyújtok. Uh-huh. Nem az úgy betalál. Engem lő a drágaság. Kicsit lelassítunk, nehogy eltaláljon már itt véletlenül. Mindenki te bőrödre. És gyújtottam is. Hát amúgy ez az új hajó varázsa, tehát ez a... Gyere majd, de hagyd nézzem meg a hajódat, de szíp. Úgy, felefordulsz. Oh my god, Graf Spee! Az nagyon szép. Jó, felefordulsz, azaz! Égettem én is, nehogy eltam! Tehát ez hihetetlen vagy. Hát mit csinálsz? Várjál, és várjál mögötte a... Basz! Kikerültem a jókon? Azt a mindenségit. Ez hihetetlen, hogy megáll előtte. Hát ez nem. Ilyen ez. Ezt nem hiszem el, hallod? Mindjárt sírok. Miokó visszajön? Miokóra töltök AP-t viszont. Ha tudsz, küldhetsz felé torpedót, mert ki fog... Úgy. Megy. Még nem fog spottolni. 12-2 a spottáva? Ugye meg is nézem gyorsan. 12-7. Mi kerüli? Én is itt nagy évbe kerülök. Befordul. Gyújtottam. Most abban reménykezek, hogy ki fog fordulni, és ki is fordul. Ah, már lövöm is.
Próbálom itt csalízni, megint kigyújtottam. Nem tudom, mi lesz abból. Á, nem találtam el. Jó, megkerülöm a szigetet. Megkerülöm a szigetet gyorsan. Jó van, B-t szerezzük vissza, jönnek a srácok, ezeket körbefogjuk, és ez meg is lesz. Hello, Mr. Bioko! Hello! 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 Úgy már... Nem az. Már három killebb lehetett, csak nézzétek meg, a Heki lelopja előlem. Most viszont most már... Te parancsolsz? Most már megyek előrébb, most már megyek előrébb. Próbálok valami értelmes kört menni ezzel a hajóval. Na, tudom, hogy nem szereted. Ugye csak ott a Cleveland. Azt néztem ki én is magamnak, ne izgulj. Bátorkodik. Csak kéne egy spot, és akkor az úgy jó is lenne. Sandhorst vagy be középen. Kongó Sandhorst, jaja. De Sárni az hagy menjen. Több HP-n van, mint a Clevelandnek. El is andalgok feléje. Ja, várjál, megpróbálom spotolni. Ezt ki kell szedni mindenféleképpen, mert az potenciális veszély. Hát még négyen vannak most már. Az már lutri. Ha megfogtuk őket, hát csak úgy elmondom neked. Nem sebeztem sem. Mennyi damage-ed van? 74. Jézusom. Jesus. Ahhoz képest, hogy nem szereted azt a hajót. Hát... Mikor fogod, mikor spotolod szerinted? Ó, most, segítség! Ment a sorozat. Jó, au. Meghalni ér. De nem most. Ez az 840. Nem baj, érkezem, Heki. Gyere vissza. Hát ezt nem fogom túlélni. Így gyújtott. Nem baj. Ezt nem élem túl. Töltök egy kis helyet neki. Az másodperc. Eltalálja a torpedót? Nem tudom. Nem. Pont ki tudja kerülni a választista. Végezd ki, megyek feléd. Jogsó, gyere. Próbáld meg gyújtani közben, ha tudod. Én most manőverezni próbálok. Én is ezt fogom tenni. És most töltöm már a helyet. Gyere be mögém, gyorsan, Heki, fuss. Jó, kiszedte a... Lol. 853 HP-va. Megyek a Sárni felé. Bye. Jáz, repcsék, jönnek bombázok. Azt a repülőt, ezt a spotter repülőt előtt már ki, légy szíves. Hát, és mit csinálják vele, mit szeretnél? Próbáld meg lelőni. Azon kívül? Egyéb óhajsóhaj? Lőd le. De várjál, jön felém izé is. Izé. Egy torpedózós. Akkor az priority. Jól láttam a kis bútus, neki fog menni a szigetnek? Uh-huh. Vagy mi a terve? Nem tudtam, hogy melyik oldalra... Ó. Ó. Mi volt az? Ott egy Ryujo! Ott a CV! Hello! Torpedó! Kikerülöm! Jelsz még? Még élek. Gyere ide füstölve, gyere! Nem akarok. Akkor gyere ide hozzám, és ide hozd a füstödet. Figyelj, torpedók mennek. Oksa, én is akarok neki küldeni ajándékot. Meg a Ryujo-nak is kéne. Hogy is küldtem. Hoppá, hogy odafordítottam a torony? Hát akkor lőjük a Ryujo-t. Ha már úgyis ott a torony, meg fogok halni. Nem baj. Hát meglátjuk, a torpedói úton vannak. Látom a tieid is. Helyes. Meglátjuk, mi lesz belőle. Hát az enyémet elmegy. Gyors ez a hajó, gyors. Az enyémből az egyik be fog találni. Még egy kicsit kellett volna előrébb. Jó, egy megvan, süllyesztéssel. Nézzük a Ryujo-t! Gyere! Lefregelték! Hát nem mondom, hogy ez lesz a legjobb köröm vele, de... Hogyha azt nézzük, most... hogy megfogtuk ezt az oldalt, akkor ez egy jó kör volt. Igen, nem kicsit. Nézzük. Tudok itt a határon. Nem süllyed már, a Sandhorst eljavította magát. Hát menj rá, azt torpedózd el magad. Engine boost-tal irány rá, nem téged néz. Most lőtte el magát. Nyomjad neki, megtorpedózod el is, találod a tied.
Vigyáznom kell, mert ez nem sorozat fordul. is végem. Hát jó, hát az biztos, hogy meghalsz. Én simán rámentem volna a helyedbe. Fordul. Fordítja jaj, a fikos testét. Látom, találsz? Nem. Ah. Hát elfoglaltuk a bázist, pedig ez betalált volna. Na lássuk, mit kapok. Demetek! Hát... Na lássuk. Na, hát ezzel a köre, hogyha nincs prémiumom, 164 ezeret kerestem volna csak. Bár nem is csináltam sokat, tehát ez egy egészen átlagos körnek mondható. Mentem ezzel sokkal jobb kört is, azért ezt hozzáteszem, de ezt tartom a legjobbnak. Hát srácok, most egyit hoztunk. Sokkal többet ki lehetem úgy hozni ebből a hajóba. Ja, hát itt vannak így napi, most éppen 100% plusz XP-val srácok, úgyhogy azért van ilyen sok XP-nk. Ugye rájön a festés általi. Hát ennyire srácok, egyit kapok. Ha esetleg van nekem eltéve screenshot, akkor azt még majd bevágom nektek a videó végére. Így jobban sikerült körre esetleg a gráfspével, hogy lássátok, hogy ott mennyit hozott. Valószínűleg ott is prémium mentem, úgyhogy ha bevágok egyet, akkor azt úgy nézzétek. Úgyhogy srácok, egy lett volna ez a kis gráfspés videó, hogyha kérdésetek van vele kapcsolatban, akkor azt írjátok le nyugodtan kommentbe. Írjátok le, hogy tetszik-e nektek a hajó, szerintem nagyon jó lesz és érdemes lesz megvenni. Hát ne mondom, hogy a életem legjobb körét hoztam vele össze, de sajnos most ez sikerült felvételre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm srácok, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek, iratkozzatok fel. Mindig hamarosan jönnek majd patchről patchre az új hajókkal aktuális információk és érdekességek, úgyhogy érdemes követni. Facebook link a leírásban, hogy kit érdekel, esetleg oda is kikerülnek majd a videók. Úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Itt volt velem Hegi. Sziasztok! Attention.